Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a fiatalokat, az ünneplőket, az emlékezőket, és mindenkit, akik eljöttek ide erre az alkalomra. És meg kell, hogy mondjam, hogy én az elmúlt sok időben, talán van annak két évtizede is, amikor Ongrász Gergely megkért, hogy legyek ennek a itteni ünnepségnek, hát talán gondolathordozója, vagy celebrálója, és ennek természetesen örömmel tette veleget akkor is, amikor Lencsényi László alelnök úr Gergely halála után kért fel engem ugyanerre. Amit most mondani fogok, az egy kissé rendhagyó lesz, meg fogják majd hallani, mitől lesz rendhagyó. Sokan hamar meg fogják fejteni, de sokan talán nem. Tüskevár, Bukk, Kopányaga testamentuma, Lutra, Kele, Bogáncs, és így tovább, csak nem 100 mű. Akitől idézni fogok, az Jókai Mór után a második legolvasottabb író Magyarországon, még egyszer mondom, második legolvasottabb író Magyarországon. Nem szerette a rendszer. Ő meg a rendszert nem szerette. Sokáig, nagyon sokáig hát fuldokolt a nyomásban, ami rá nehezedett, de aztán végül a tehetség az feltör, és az íróságát, ha későn is találta meg, kiteljesítette valamennyiünk örömére. Mindjárt kimondom a nevét. Fekete Istvánról van szó. Fekete István 1956-ban egy levelet írt bécsi barátjának. Ebből fogok három rövidke részletet elmondani, megpróbálom nagy figyelemmel, mert nagyon szép a szöveg. Ma október 31-e van. 1956. október 31-e, reggel 4 óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban. Ma mégis úgy érzem, ezen a napon, ma elmaradhat minden. Első ez a levél, aminek gondolatai agyon nyomnának, ha nem küldeném el őket. Éjszakai sötétség van odakint, és az ablakon fekete üvege mögött alszik a város. Engedd meg, hogy nagybetűvel írjam ezt a várost, de ha lenne piros ceruzám, azzal írnám. Bocsánatot kérek, és nem törődöm most azzal sem, hogy nem értem az egészet. De nem is törődöm bele, hogy értem vagy nem, a könnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen gyász és felfoghatatlan dicsőség imádságos olvasó szemeit. Akkor, amikor úgy éreztem, semmi közünk hozzájuk, mégis igazam volt, mert valóban nincs közünk hozzájuk, olyan mérhetetlen magasságban vannak felettünk, a készülés, a hallgatás, a bátorság, a halálba menés olyan csodálatos dicsfényében, amire nincs szó. Ők nem beszéltek, nem szavaltak, csak készülődtek, éheztek, dolgoztak, kitartottak, és meghaltak, és visszanyertek mindent. Itt nem voltak altábornagyok. Itt nem volt stratégia, sem taktika. Itt csak halálba menő 14-20 éves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén az istentelenség
szörnyű ürességével, a hazugság emészhetetlen maszlagával. Neki mentek felborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, és eszméletlen céltudatossággal élni, vagy meghalni. És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és győzedelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökké valóságban, és a nemzet szívében. És élve maradtak számomra többiek is. 1956. október 31. Most jön fel a nap, a világosság véres ostyája, és én összeteszem a kezem, mert nem tudok már írni, nem lehet semmit tenni, csak a holtakért és az élőkért, és egész Magyarországért. Imádkozni. Köszönöm, hogy meghallgatták Fekete Istvánt.